arra, sziasztok srácok! Még Dani se tudja, hogy most hova megyünk, én tudom. De most Daninak is mindjárt elmondom, hogy mizu lesz. Van ugye a Ronin, amit vettünk, ugye a stabilizátor, amivel az volt a probléma, hogy ugye amit gyárilag adtak dobozt, az abba szétszedve volt, tehát abba csak szétszedve fér bele. Illetve néztünk hozzá ilyen hordozó táskákat. Ezt megfogod? Szóval néztünk hozzá hordozó táskákat, de azok is olyanok, hogy valamit szét kell rajta szedni. Tehát cakupak úgy nem lehet beletenni egyikbe se. Tehát a DJI nem gyárt olyat, vagy hát másnál se találtuk olyat, ahol cakupak így bum beletesszük. Vagy iszonyat drágán. Tehát volt egy-kettő, de valami ilyen, azok valami 80-90 ezrek, hát annyit nem adunk ki egy olyan táskára. Úgyhogy most az a terv, hogy konkrétan a Bauhausban kinéztünk egy ilyen jó nagy fém vagy acél ládát, és veszünk egy olyat, plusz még veszünk bele ebbe a hogy kell kimondani. Ebben találtunk ilyen matracot 5000 forintért, na abban ilyen túl habszivacs matrac, na azt kivágjuk és azt beletesszük. Úgyhogy most igazából a Roninnak csinálunk egy ilyen lakást. Egy lakást. Egy hordozható cuccost, amivel el tudjuk vinni úgy, hogy ugye csak betesszük, kiveszünk és csak semmit nem kell szerelgetni. Ez a lényeg. Mert nagyon macerás, hogyha itt megyünk túrára, megyünk esküvőre, megyünk mindenhova, klubforgatás, stb. Akkor nagyon macerás mindig az, hogy kivesszük, összetesszük, stb. Mert csak valahogy nem úgy jönnek ki a dolgok, és valahogy sietni kell. Akkor meg aztán minden másodperc számít. Úgyhogy ez a lényeg. Most már Dani is tudja, és ti is tudjátok, hogy ja. Na de, hol a Bauhaus? Hm? Hány Bauhaus van itt a közelben, hogy a szó? Mert egy van a Dunaharaszi környékén, ha jól tudom. Ugye? Mit keresünk? Bauhaus. Ja, Bauhaus. Az a piros, Bauhaus-e. Fehér házikos, dorós. Szóval azt keresünk. Tudja, fasz. Az halasztinál van, nem? Mármint tudja a fene. És kezded megnézni neked? De, csak melyik kezem már? Hír, kollégák! Hát amelyik közel van? Dani bebakolt. Szerinte ez így rendben van. Hát miért ember? Ember, mi a bajod? Hát nem az igazi. Kati, a csomagolást nem azt tudom, annyi a bajod. Hallgod a rossz hírt? Milyen rossz hírt? Neked kell visszatolni azt. Rossz hírt? Vágod a rossz hírt? Én szerintem tök jó. Szerinted van jó? Ha? Ember. Befér! Mondtam, hogy befér! Srácok, szóval ez az új doboz. Oda becsillelt. Egy kicsit nagy, de sajnos kisebben nem fér el. Az okosság. Adsz egy gyújtót is? Adsz egy jó gyújtót is? Ember! A dohányzás rosszabb úgyis. Kösz már! Na, a srácok, én közben itt elkezdtem csinálni kis, nem is tudom, tartódobozkát, vagy minek hívjam. Most úgy néz ki, mint ahogyha a bomba robbant volna.
Egyébként nagyon kis menő lesz. Helyi spórolósnak nem mondanám egyáltalán, mert igazából baszott megy ez a doboz. De hát a BMW-ben nem fér be csak hátra, de alapesetben egy normál, tehát ami nem kupé kocsi, tehát például Mátinak a Hondájába is, vagy Bennettnek a Golfjába is simán befér. Tehát arra teljesen jó, nekünk úgyse az a cél, hogy most a BMW-vel menjünk forgatásra, hanem csak ugye ilyenkor célszerszám a kocsi. Hát most így belevágtam a szivacsot, meg kivágtam így neki a mintákat. Ide tökéletesen, majd megmutatom, hogy áll benne a Ronin. Ide tökéletesen, mert ide a fogantyúja, ide meg a maga az alsó rész. Ez két aksi, itt ez a tartó, ennek a tartója. Meg külön van egy ilyen emelet a távirányítónak, meg két töltőnek. Lényegében ennyi. Ide még ráragasztom a felső szivacs részt, ami így totál lefogja, és patika, meg sem mozdul konkrétan. És mondom, ennek az egésznek az a lényege, hogy konkrétan ezt az egészet így kihozzuk, mennyibe is került? A láda volt 18.900, és a szivacs volt 5.500 még pluszba. Jó, vettünk két szivacsot nyilván, mert biztos, ami tuti, tehát legyen egy kis maradék, de amúgy mivel csak egyet használtam föl, ezért 5.500 volt, most kijött akkor ilyen nagyon durván 25-be, nem is volt annyi. Tehát az volt a baj, hogy egyszerűen nem találtunk olyan táskát, ahol szétszedés nélkül így valahogy helytakarékosabb módon meg lehet volna csinálni, mert egyébként ezt meg lehetne csinálni egy tök jó ilyen kocka dobozba, ahol állítva, vagy akár, hogy benne van a Ronin, de egyszerűen nem találtunk olyat, vagy amit találtunk, az meg egyszerűen mocskas drága volt, tehát annyira, hogy három ilyet csinálunk belőle. Tehát ha konkrétan, hogyha két kocsival kell valahova menni emiatt, a nagy doboz miatt, még az is egy jó ideig jóval gazdaságosabb, mint hogy megvettük volna, vagy 100 000 ezt a hülye tartóját. Úgyhogy, meg ugye gyorsan kellett. Az meg a másik, mert 3 nap múlva kell konkrétan forgatásra, és hát most így nem volt más ötletünk, de szerintem lehet véleményezni. Szerintem patika lesz. Majd mindjárt mondom, befejezem, és megmutatom, hogy milyen lett a vége. A teljes végeredmény. De előbb most már elfáradtam, úgyhogy iszom egy kávét. Jaj, de patika. Don't act like it, and please don't treat me like I'm your sidekick.